Közös tanácskozással folytatódott az első miskolci közösségi gyűlés. Az akció második hétvégéjén a téma továbbra is a légszennyezettség volt, amit közös erővel kell csökkenteni a városban. Az első hétvége szakmai előadásai után az 50 résztvevő ezúttal saját ötleteket és javaslatokat tett, amelyeket várhatóan a város klímastratégiájába is beépítenek majd. Legutóbb két héttel ezelőtt ültek össze a miskolci ötvenek a megyei könyvtár tanács termében. Múlt szombaton pedig újra találkozott az az 50 miskolci lakos, akik a részvételi demokrácia lényegét testközelből élhették át, jelenlétükkel pedig az egész várost képviselték. Mint mondják, az első hétvégének nagy sikere volt. Akkor szakértőktől tudhattak meg többet a klímaváltozásról és ahhoz kapcsolódó kérdésekről. Én nagyon hasznosnak találtam, sokat tanultunk, szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, és a véleményem az, hogy több ilyen gyűlés kellene Miskolc városába. A program az önkormányzat, a Demnet Alapítvány és a Dialóg Egyesület egyéves előkészítő munkájának köszönhetően jött létre. Az elmúlt hétvégén a közösségi gyűlés pedig újabb fontos állomásához érkezett. Ezen a hétvégén elérkeztünk a tanácskozás szakaszához. A mostani két napon a résztvevők kis csoportokban fogják feldolgozni és megbeszélni a hallottakat, amiket az előző hétvégén az előadóktól hallottak, és elkezdődik az ötletelés is, amikor megfogalmazzák a gondolataikat arra vonatkozóan, hogy milyen javaslatokat szeretnének majd a városvezetés asztalára letenni a levegőminőség javításával kapcsolatban. Bukor János a légszennyezettség legfőbb ok a megnövekedett gépjárműforgalomban látja. Elsősorban én a gépkocsi közlekedéssel kapcsolatosan fogalmaztam meg néhány gondolatot, ami egyre égető problémává válik, mert naponta látjuk, hogy mennyivel több és több gépkocsi fut az utakon. Szóval ami számomra fontosnak tűnik, az pedig az, hogy ezeknek a gépkocsiknak a mozgását kellene valamilyen módon nem korlátozni, csak szűkíteni. A közösségi gyűlés módszertana a lakosság és a döntéshozók partnerségére épül. Az itt megfogalmazott vélemények által pedig a civilek saját jövőjüket is alakíthatják. Azért nagyon fontos, hiszen előttünk áll a klímastratégia elfogadása, amelyben óriási szerepe van a légszennyezettség kérdésének és annak a kezelésének, és ezt a javaslatcsomagot szeretnénk a későbbiekben egy cselekvési tervé megalkotni, és ementén egy hosszú távú stratégiában javítani a levegőszennyezettségen Miskolcon. Ez egy nagyon fontos része a közösségi gyűlésnek, hiszen itt most a közös gondolkodással megszülethetnek azok a javaslatok, amelyeket az önkormányzat be tud építeni a folyamataiba. Az alpolgármester hozzátette, a klímaváltozáson felül több olyan kérdés is van, amit a civilekkel közösen kell megvitatni, és amelyekre a jövőben alkalmazható lehet a közösségi gyűlés módszertana. A gyűlés második hétvégéről bővebb összeállítást szerda este a Miskolci Naplóban láthatnak.